Kemecse város vezetésére az állandóság jellemző, Lipők Sándor még 2000-ben lett a település polgármestere, ezt a tisztséget pedig az ezévi önkormányzati választásokon is sikerült megőriznie. Amint egy 5000 lakosú városban három nagy beruházást is sikerült megvalósítani a 2019-es évben. A legnagyobb ezek közül kétség kívül a februárban átadott járási tanúszoda megépítése volt, erre 405 millió forintos állami támogatás állt rendelkezésre. A sportlétesítmény környezete is megújult az év során, erre további 200 millió forintot fordítottak, és mintegy 180 millió forintot igényeltek azok a beruházások, amelyek a település közlekedésének biztonságosabb átételét szolgálták. Egy nagyon sikeres beruházásunk volt, a Szent István utcán megvalósult egyesített gyalog és kerékpárútnak a kivitelezése. Ez közel 2 kilométer hosszúságú útszakaszról van szó. Ez a településnek egy 40 éves, több mint 40 éves vágya az, hogy ezen a nagyon forgalmas 38-23-as számú útszakaszon, belterületen ez az egyesített gyalog és kerékpárút megépüljön. Ennek sok-sok előzménye volt, talán órákat is el tudnék erről mesélni, hogy mind zajlott ez a beruházás, ez a legfontosabb. A harmadik legfontosabb jellegű kérdésünk a beruházásokat illetően, az pedig az lenne, hogy megvalósult a tanúszoda környezete, illetve van nekünk egy ifjúsági tér, most már így neveztük el népiesen egymás között, ezek a terek és a tanúszoda környékét meg tudtuk újítani, parkolókat tudtunk építeni, új játszóteret, a közparkot megújítottuk, tehát ez egy óriási jelentőségű és nagyon fontos környezetjavító intézkedések voltak. Rövidesen kezdetét vehetik további beruházások is. A Zöldváros projekt keretében a főteret és annak környezetét újítják és gyarapítják. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat már rendelkezik az engedély és kiviteli tervekkel. A közeljövőben megkezdik egy új út kialakítását is, amely megkönnyítheti a bejárást a városon belül elhelyezkedő 100 hektáros ipari park felé. A jövő évre vonatkozóan az önkormányzat azon dolgozik, hogy forrást találjon azokra az elképzelt fejlesztésekre, amelyeket kimondottan a kemecsei lakosok fogalmaztak meg. A prioritásokat illetően nagyon fontos lenne nekünk egy új óvodának a megépítése. Ez is már egy több mint 15 éves vágyálom a település részéről. Nem tudtunk olyan forrást találni az elmúlt 15 esztendőben, amelyek a mi gondjainkra, bajainkra lennének kiírva orvoslásként. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban, hiszen szeretnénk a kormányzat, illetve az Európai Uniós fejlesztési elképzelések, és most vannak ezek megfogalmazás alatt, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a település igényeinek megfelelő problémákra tudjunk megoldást találni. Én úgy érzem, hogy a kormányzat nyitott erre, és fontos ez, hogy a településünkön ez megvalósul. Nagy igény mutatkozik a városban működő szociális bentlakásos intézmény épületének bővítésére és rekonstrukciójára is. Emellett pedig egy új mentőállomás kiépítését is tervezik, amire még forrás kell találnia az önkormányzatnak.